Erősen villogó fénnyel jelez az úttestbe épített prizma. Ezzel hívja fel a sofőrök figyelmét a zebrán éppen áthaladó gyalogosokra. Az Erkel Ferenc utca új, intelligens gyalogátkelő helye egy kamera segítségével figyeli a járókelők mozgását, majd mindkét irányból fényjelzéssel figyelmezteti az autósokat. A rendszer csak akkor jelez, amikor a zebrán ténylegesen áthalad a gyalogos, és kizárólag addig tart, ameddig a gyalogos át nem ér a túloldalra. Ez éjjel is és nappal is nagyon szembetűnő, mert pont olyan szögben van megdöntve ez az erős LED fény, ami a sofőr pozícióból nagyon jól észlelhető. Ráadásul ugye a látóterének a fókuszában van, nem az út szélén, ahol a periférikus látás van. Úgyhogy mi ezért döntöttünk úgy, hogy már 2018 óta támogatjuk ezt a projektet. Nemrég adtuk át az 50. olyan okos zebrát, ami az alapítványunk támogatásával valósult meg. Magyarországon évente több száz baleset történik a gyalogátkelő helyek közelében. A térségben idén a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek 40%-a az elsőbség elmulasztása miatt következett be. Nagyon fontos, hogy a KRESZ előírja, hogy a járművel a gyalogos átkelő helyet fokozott óvatossággal és olyan sebességekkel megközelíteni, hogy szükség esetén a gyalogos átkelő hely előtt a járművezetője meg tudjon állni. Ugyanígy fontos az is, hogy gyalogos nem léphet le a gyalogos átkelő helyre, csak akkor, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről. Tehát a gyalogos részén is van egy olyan kötelezettség, hogy fokozott óvatossággal kell lelépnie, illetőleg átkelni a gyalog átkelő helyen. Fontos továbbá a rendőrség szerint, annak ellenére, hogy a járókelőknek elsőbsége van a gyalog átkelő helynél, mielőtt átlépi a terelővonalat, győződjön meg arról, hogy a másik irányból érkező autós is megadja az elsőbséget. A gyalogos védelmi rendszer kiépítését az önkormányzat és a Generália Biztonságért Alapítvány 50-50%-os arányban finanszírozta. Az önkormányzat pályázott, ilyenkor mindig az önkormányzat tesz a helyszíne javaslatot, hiszen a helyben sokkal jobban tudják, hogy hol van erre szükség, és ezek alapján, a szempontok alapján a kuratóriumunk döntött amellett, hogy a közül az évi kb. 15 zebra közül, amire lehetőségünk van támogatás nyújtani, mosoni legyen az egyik nyertes gyalogátkelőhely. Mérések szerint, ahol már telepítették a Moson-Magyaróvárihoz hasonló okos zebra rendszerét, az autósok megállási hajlandósága csak nem 20%-kal növekedett. Aki viszont nem biztosít elsőbséget a gyalogátkelő helyen, azzal szemben szabálysértési eljárás keretében 5-től 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírság kiszabható, illetve szabálysértési feljelentést tehető.